Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ellenálló szúnyogok. Vizsgálták a kémiai gyérítés hatását Pécsen. Színes, változatos, hagyományőrző programsorozat. Annanapi búcsú Kiskassán. Útzár és ideiglenes parkolás. Elkezdődött a Vince utca felújításának második üteme Pécsen. Szent Anna napi búcsú. 35 éves a kökényi Szent Anna templom. A csípőszúnyogok állományának gyérítésére bevetett és hazánkban is széles körben alkalmazott kémiai kezelések visszafogott használatára hívják fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium szakemberei. A szer túlhasználata, vagyis hosszú távú és egyoldalú alkalmazása esetén a csípőszúnyogokban rezisztencia alakulhat ki. Szúnyogokat vizsgálnak a Pécsi Virológiai Nemzeti Laboratóriumban ezen a korábbi felvételen. A szakemberek most nemrég azt nézték meg hazánkban, hogy a kémiai kezelésekkel érintett területeken mennyire ellenállóak, rezisztensek a szúnyogok a vegyszerrel szemben. A kémiai szerek elleni rezisztencia rovarok kialakulásában ez egy ismert folyamat évtizedek óta. Talán az átlagembernek sem mond újdonságot, hogyha valamit túlhasználunk, vagy valamiből sokat használunk, az sosem jó. A csípőszúnyogoknál ez már csak azért sem jó, mert ha valami túl van használva, és ezek a kis bestiák rezisztensek lesznek a szerre, akkor joggal érezheti azt az ember, hogy elmegy ez a bizonyos gyérítő autó, amit vártak, és valamiért, mintha nem lenne kevesebb, nehogy Isten, még több szúnyog is lesz utána. De most ennek a tudományos oldalát néztük meg a Virológiai Nemzeti Labor munkatársaival. Az eredmény ijesztő lehet sokaknak, már nem hat a gyérítéskor használt vegyszer. Annyit használtuk, hogy a vérszívóknál olyan genetikai mutációk jelentek meg, amik ellenállóvá tették őket. Ez a túlzott szerhasználat miatt alakult ki, mondja a szakember. Az elmúlt 10 évben bőven túlhasználtuk a kémiai szert. Ezzel a vizsgálatunkkal nem csak egy nagyon hasznos vizsgálatot csináltunk, hanem kicsit arrafele is szeretnénk terelni ezt a mondani valót, hogy a lakosságnak felhívjuk a figyelmét arra, hogy nagyon sokat tehetnek a kémiai gyérítés mellett is azért, hogy ne legyen sok szúnyog. Ugye ezeket a praktikákat szoktuk a Pécsi Szúnyog oldalunkon és egyéb közösségi tudomány oldalunkon kommunikálni az emberek felé. Nagyon egyszerű dolgokról van szó, ne keltessünk szúnyoglárvát a kertünkben, és akkor majd nyugodtan tudunk grillezni nyáron. Kemenesi Gábor azt mondja, nem tudunk áttérni másik vegyszerre, más megoldást kell találni. Az Európai Unióban az utolsó még engedélyezett szer ez a bizonyos deltametrin, amit most is lehet használni még. Na most ez ellen, a deltametrin ellen alakítottak ki rezisztenciát. Egyébként érdekes, ezt az előbb nem mondtam, de a honos szúnyogfajok, ez a dalos szúnyog. Dalos szúnyog a neve, ha valaki este nem tud aludni, és idegesítően zümmeg egy szúnyog, az jó eséllyel ő lesz. Na most ő nem csak idegesítő, de a nyugatnílusi láznak a fő terjesztője is. Na most ennél a dalos szúnyognál írtunk le mindenhol rezisztenciát. A rossz hír mellett jó hír, hogy az egyébként újonnan érkezett ázsiai tigris szúnyognál ezt nem találtuk meg. Tehát ellenem még hat a szer, de ezért is gondoltuk, hogy ezt most nagyon fontos erről beszélnünk nyilvánosan, mert még hat a szer, amennyiben nem vétjük újra ezt a hibát, hogy túlhasználjuk azt a bizonyos szert. Kérdés, hogy mit lehet tenni, milyen védekezési lehetőségeink vannak? A megoldást úgy hívják, hogy integrált csípőszúnyog kezelési stratégia. Nagyon tudományos, nagyon hosszú. A lényeg, hogy vessünk be minden olyat, ami okos, ami megelőz. A kémiai gyérítés eleve egy tűzoltás. Kémiai gyérítést a legtöbb országban csak akkor használnak, csak, és ezt óriási nagybetűvel aláhúzva mondtam, amikor például hazajön valaki egy trópusi nyaralásról, és kiderül, hogy például dengi fertőzése van. És tudjuk azt is, hogy ázsiai tigris szúnyog van a lakóhelyének a körzetében, akkor csak ott, annál a néhány háztömbnél engedélyezik ezt a gyérítést. Magyarországon pedig óriási területeken most már 10 éve zajlik ez, nem meglepő, hogy ez a bizonyos rezisztencia kialakult. A szakember szerint a tudományos módszereket felhasználva a lakosságot a tudatosság irányába terelve lehet felvenni a harcot a szúnyogok ellen. A rendszeres monitorozás alapján többféle kezelési módszert kombinálnának. A hangsúlyt a megelőzésre fektet, és a rezisztencia kialakulását megakadályozva a kémiai szert célzottan csak indokolt esetben használnák. Idén is megrendezték az Anna napi búcsút a Baranya vármegyei Kiskassán. A háromnapos hagyományőrző programsorozaton a látogatók több kulturális és közösségi programon vehettek részt. Az idei évben is szép számmal érkeztek látogatók a faluba a hétvégi ünnepségre.
Az Anna napi búcsúra ebben az évben is szép számmal érkeztek vendégek, nagy az érdeklődés az ilyen programok iránt. Ezért a programot az idei évben 3 naposra tervezték. A búcsú Kiskassa védőszentjéhez, Szent Annához kapcsolódik, ezért mindig július végén rendezik meg, mondta a főszervező Matkovics Krec Eleonóra. A maga a búcsú hagyománya, az már nagyon régi időkre nyúlik vissza, ugye az 1740-es években költöztek ide a németek Kiskassára, és katolikus németként ugye ők a búcsú hagyományát is hozták. Akkor megépült a templom, Szent Annáról lett elnevezve, ezért a búcsúnapja mindig Szent Annához kötődő napon kell, hogy tartsuk. És ez ugye most péntek, szombat, vasárnap, most 3 napos búcsú. Színes, hagyományőrző programokkal várták az érdeklődőket ebben az évben is. A szervezők fő célja a hagyományápolás mellett, hogy minden nemzetiség megmutassa magát, így a német mellett a horvát nemzetiség is bemutatkozhatott a rendezvényen. Arra is kiemelt figyelmet fordítanak, hogy minden korosztály találjon a kedvére való elfoglaltságot. Ahogy én már hallottam, nagyon szépen telt a hétvége, hiszen péntek este már egy nagyon jó hangulatú bál volt. Most pontosan nem tudom, hogy melyik zenekarral, de általában az Unterrock zenekar, a Sextet vagy a Platin zenekar kap helyet péntek este, ahova eljönnek a környékbeli fiatalok és a felnőttek is, hiszen szerintem nem olyan sűrűn van itt bál ebben a kis faluban, és azért ez az Anna napi búcsúhoz tartozik, azért ez a hétvége ez olyan nagyon fullos itt ebben a faluban. Nóra szervezésében hálát adhatunk neki, hiszen nagyon aktív és nagyon ügyes még mindig, és ő törekszik arra, hogy minden évben új és új csoportok kapjanak meghívást a vasárnap délutáni műsorra. Szombaton, ha jól tudom, a szerep a gyerekeké, ahol különböző kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, és jó hangulatban telik. Vasárnapi szentmise nagyon fontos, ahol már egy idegen csoport énekli a szentmisét. Ha jól tudom, akkor az idejében a szekszárdi kórus kapott szerepet. Ők már akkor ilyenkor maradnak is, hiszen a mai délutánon Tolna megyéből van itt a főszerep. Öcsényről érkeztek fellépők, Bonyhádról, Szekszárdról, és mivel minden nemzetiség képviselve van, Bátaszékről is, a kis német táncsoport, ezért a beremendi horvát táncsoport is helyet kap, illetve az Öcsényi Magyar Egyesület is. Mivel a programok népszerűek, ezért a szervezők a következő években is szívesen megrendezik ezt a programsorozatot. A Kiskassai Német Egyesület és a Kiskassai Német Önkormányzat fontosnak tartja a hagyományok továbbadását. Ebben az Anna napi búcsúnak nagy szerepe van, hiszen ez a falu közösségét is magasabb szintre emeli. Rövid híreink következnek. Magyarországon már 80 egészségügyi intézményben lehet időpontot foglalni az egészségablak mobil alkalmazáson, vagy a 18-12-es egészségvonalon keresztül, és ezen új korszerű lehetőséghez egyre több járó beteg szakrendelés csatlakozik, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Siófokon hétfőn. A július 1-től bevezetett mobil applikációs időpontfoglalás első körben főként az állami fenntartású rendelők esetén volt biztosított, de bővül az önkormányzati fenntartásúak köre is, ahogy fokozatosan harmonizálják szoftvereikkel az új rendszerhez. Milyen a zsebébe kell nyúlnia annak, akit közlekedési szabálysértésen kapnak, az eddiginél ugyanis 2-szer többet kell majd fizetni a bírságokért augusztus 1-től. Megduplázzák a büntetési díjtételét annak, akit vezetés közbeni mobilozáson kapnak a rendőrök. Az eddig 13.000 forintos helyszíni bírság helyett 26.000-et fizethet, míg ha a szabálysértési eljárás indul, akkor 26.000 helyett 52.000 forint lesz a büntetési tétel. Ugyanennyi büntetés szabnak ki augusztustól azokra is, akik gyalogátkelő helyen nem adnak elsőbséget. Ugyancsak megemelkedik az úttest metszéspontjától 5 méteren belüli megállás miatti bírság is. A manőver a korábbi 24.000-nél csak nem 2-szer drágább lesz, 46.800 forint. Nem ússzák meg olcsón azok az autósok sem, akik kijelölt gyalogátkelő helyen vagy attól nem megfelelő távolságra állnak meg. A szabálysértésük ezúttal már nem 39.600, hanem 78.000 forintot ér majd.
Teljes lezárás mellett indulnak a munkálatok a Pécsi Vince utcában. Újabb szakaszához érkezett az útburkolat felújítása. A munkálatok miatt máshol kell parkolniuk a lakóknak. Behajtani tilos tábla Pécsi Vince utcában. Az útburkolat felújításának a második ütemét kezdték el itt, teljes lezárás mellett hétfőn. Újabb szakaszában érkeztek a munkálatok a Vince utcában, hétfőtől, azaz a mai naptól, a felújítás mielőbbi befejezése érdekében. Az utca északi szakaszán is megkezdődtek a munkák. A Vince utcát a 32-es számtól egészen a táblákkal jelölt szakaszig is lezárták a forgalom elől. Az utca teljes lezárása várhatóan 3 hétig tart, majd ennyi idő alatt végeznek a szakemberek a déli szakasszal, melyet utána át is adnak a forgalomnak. Ettől függetlenül az utcában lakóknak haza kell jutniuk, de a járműveikkel nem hajthatnak be ide. Ezért a város a közelben biztosít az autóiknak parkolási lehetőséget, mondja a szóvivő. A következő hetekben a Biocom Nonprofit Kft. A lezárt szakaszon lakók számára dedikált parkolóhelyeket biztosít a környéken. A város üzemeltetési cég 25 darab személygépkocsi erejéig parkolási lehetőséget vásárolt a Király utca 65 szám alatti magánparkolóban. A parkolóhelyet a 2-es számú korlátozott várakozási övezetre kiállított engedély felmutatásával vehetik igénybe az arra jogosultak. A lezárás teljes időszakában hétköznap 18 óra és másnap reggel 7 óra között, hétvégén pedig folyamatosan megengedett a várakozás az Ágota utca déli oldalán a Kálvária utca és a Vince utca közötti szakaszon. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara parkolójában július 29-től augusztus 20-áig 10 parkolóhely lesz biztosított, naponta 14 óra és másnap reggel 8 óra között. A Tetje utcában a kávézó mellett 5 parkolóhely kerül kijelölésre, a Bők János utcában 19 parkolóhely kerül kijelölésre. A Vince utcában az északi munkaterület és a Cserzőköz között továbbra is lehet lesz parkolni a szabad helyek függvényében. Mint ismert, még az NKF idején 2010-ben került új burkolat az utcába. Azonban ez később nem tűnt jó megoldásnak, az esőzések villámárvizek kikezdték a felületet. Most az út átépítését egészen az alapokig készíteti el a város. Az idei évben ünnepli a Kökényi Szent Anna templom fennállásának és felavatásának 35. évfordulóját. Kökény település hagyományosan Anna napjához köti búcsúját, melyet az idei évben a templom évfordulójának ünnepsége is színesített. Az évfordulót szentmisével ünnepelték, melyet július 29-én 11 órakor tartottak. A Baranyai Kökény településen kiemelt fontosságú a vallás és annak gyakorlása. A falu közösségének és híveinek köszönhetően épülhetett fel a településen az a Szent Anna templom, mely az idei évben ünnepli 35. évfordulóját. 1989-ben épült, Lőrinc Sándor atya, plébános úr vezényletével abban az időben ő volt ugye a plébánosunk, és hát egészen haláláig nyomon kísérte a kökényi templom és a kökényi hívek sorsát. Ugye nagyon sok hívek által adott adományból épülhetett ez a templom. Tehát igazából egy igazi összefogás, egy igazi összetartás, és egy nagyon mély kökényiekre és a kökényi hívekre jellemző nagyon mély alázatos hit eredménye ez a templom. A templom évfordulóját szentmisével ünnepelte a település lakossága július 29-én. A szentmisét Májer Mihály, nyugalmazott megyés püspök celebrálta, aki a szentmise végén gyémántmisés áldásban részesítette a híveket. Igen aktív a közösség, én úgy gondolom, Kökényben. Minden egyházi ünnepet, minden rendezvényt megtartunk. Én azt hiszem, hogy nagyon komoly összefogás jellemzi őket, mindenben számíthatunk rájuk, és nagyon aktív tagjai a közösségnek. A település az ünnepi szentmisét a hagyományos búcsújával kötötte össze. Mindezt azért, mert a hagyományos Szent Anna napjához kötődő búcsújukat a hétvégén ünnepelték. A régi hagyományokhoz híven búcsú másnapján tartottak ünnepi szentmisét az immáron 35 éves templomukban. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
A NAV baranyai munkatársai kedden a Siklósi strand üzleteit és büféjét, szerdán Orfűn az élelmiszerboltokat, csütörtökön a Mohácsi, illetve a Magyar Egregyi strand vendéglátóhelyeit, valamint a hét minden napján a vármegyében árusító szezonális zöldség és gyümölcskereskedőket ellenőrzik. A revizorok megjelenésére számíthatnak továbbá az Ördögkatlan Fesztivál árusai is. Az ellenőrök vizsgálják a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott árok eredetét is. 25 négyzetméteren égett a tűz szombat délután egy kisdobszai családi ház melletti tárolóban, ahol pálinka főzést végeztek. A lángok vélhetően technikai meghibásodás következtében csaptak fel. A tűzben két gázpalack is megsemmisült. Az esethez a szigetvári, sejjei és barcsi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek 4 vízsugárral oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt. A régió híreivel folytatjuk. A szekszárdi Vosinszky-Mur múzeum jelképe is lehetne az a mamutcsontváz, amely évtizedeken keresztül volt fő attrakciója az intézménynek. A tervek szerint jövőre újra méltó helyére kerülhet a régészeti lelet. Odor Jánost, a Vosinszky-Mur múzeum igazgatóját kérdeztük arról, hogy miért nem látható a kis ormányos a megszokott helyén. Sokan keresik mostanság, mert hogy a tavalyi esztendőben másfél évvel ezelőtt lebontott régészeti állandó kiállításunk egyik fő kiállítási eleme volt az a mamut bébi csontváz, ami Dunaföldváron került elő az 1930-as években. Kultúrtörténeti jelentősége is van. Nem régész tárta fel, viszont aki kiásta, a Dunaföldvári kántortanító, az Sárdi János volt, aki később operett színészként és filmszínészként nagyon nagy karriert futott be. Mindenesetre az ő körültekintő munkájának köszönhetően került be a Szekszárdi Múzeumba Dunaföldvárról az a mamut csontváz, ami egy fiatal mamutnak a maradványai voltak, és ebből a szempontból mindenképpen országosan is figyelmet érdemelt, már abban az időben is, és hát manapság sem gyakori, hogy egy közel teljes mamut csontvázat találtak volna. A múzeum példánya viszonylag kicsi, mert az egy fiatal állat maradványa. Már a 60-as években régészeti állandó kiállításon is szerepeltek ezek a csontok, majd ezt követően a 70-es évektől a közelmúltban lebontott régészeti állandó kiállításnak volt egy ilyen fő látványeleme, amit a Magyar Géniusz Program épületfelújítása miatt le kellett bontsunk. Amúgy is ez a kiállítás már nagyon régi volt, tehát abból a szempontból nagyon kevés interaktív elemet tartalmazott, és az volt és továbbra is az a tervünk, hogy ezt a mamutot, mivel a gyerekek számára is, illetve a látogatók számára is egy nagyon érdekes dolog, minél előbb azért megpróbáljuk visszaállítani. Hát most jelen pillanatban a mamutnak az egykori helyen a Gemenc 50 kerékpártörténeti kiállításunk foglal helyet, de elképzelhető, hol most vagyunk itt a folyosónak a túlsó végén állítjuk be, remélhetőleg jövőre erre sort tud keríteni, de ez pályázati forrást is kell, hogy találjunk. Az ormányos nem első képviselői a kora pliocén korszakban feltehetően 5 millió évvel ezelőtt jelentek meg. Az utolsók pedig körülbelül 4000 évvel ezelőtt haltak ki. Ezek az egyedek a kőkorszak emberének kortársai voltak. Extrém sportbemutatót is láttak a szekszárdi sportközpont táborozói, akiknek számtalan izgalmas, színes programmal készültek a nyárra. A többhetes esemény célja a gyermekek egészséges életmódra nevelése. Szakács László arra biztatja a gyerekeket, hogy minél több sportágat kipróbáljanak, élményeket szerezzenek és szeressék a testmozgást. A délelőtteink azok sportággal telnek legfőbb kép, és délután pedig az élményfürdőre jövünk strandolni, ott már ugye a levezetés zajlik itt a délelőtti sportok után. Értem én itt a sportok alatt a focizunk ugye az UFC-nél, akkor kosárlabdázunk a KSC-sekkel, kipróbálják a kézilabdát a fekete gólyákkal, emellett teniszezünk, akkor itt az extrém sportozunk a Koszorú Csabékkal, és még röplabdázunk is. Ugye minden nap van egy sportunk, és utána pedig van egy ilyen könnyedebb sport a délelőtt, itt pedig dárcozunk, pingpongozunk, van e-sportunk is,
és a sakkot is ki tudják próbálni. A legfőbb célunk az az volt, hogy professzionális körülmények között ki tudják próbálni ezt a gyerekek. 6 héten keresztül zajlik az idei nyáron a tábor, egészen augusztus 9-éig. Elég jól megterítődött az összes tábornok, ilyen 30 fő, 30-20, és most van, mondjuk a legkevesebb most 18 fővel, de a jövő heti táborunkban már ilyen 30 fő lesz, és az augusztus 5-9-ig lévő táborunkban is 30 főt várunk, majd gyerkőcöt. Az extrém sport szakosztály tartott bemutatót a sportcsarnok melletti pályán a kicsiknek. A látványos, nem mindennapi mozgásforma egyre nagyobb teret hódít szerte a világon. Aki pedig eléggé kitartó, az manapság már BMX-el vagy gördeszkával akár az olimpiáig is eljuthat. Hiszen tudjuk, hogy a sport az szerves része ugye az egészségnek, úgyhogy tulajdonképpen a lényeg, hogy sportoljanak, ha mi ebbe tudunk segíteni, akkor nagyon szívesen. Ezért vagyunk itt, hogy a srácok is tudják használni az eszközeinket, kiraktunk nekik BMX-et, ugye mountain bike-ot, rollert és gördeszkát, és most azt egy 3-4 órán keresztül ezt fogják művelni, hogy fölmennek az elemekre, nyilván a kisebbekre, ha nagyobbakra szeretnek, akkor segítünk, támogatjuk őket, ha valamit ki akarnak próbálni, ami számukra még eddig ismeretlen volt itt az eszközökkel kapcsolatosan, akkor segítünk nekik. Tehát próbáljuk őket egy picit közelebb vinni ezekhez a sportágakhoz, és hogyha későbbiekben szeretnének valamelyik ággal foglalkozni, akkor ide jöhetnek, és itt egy ilyen családi közösség várja őket. A Szekszárdi Sportközpont közösségi oldalán megtalálható a tábor következő turnusának plakátja további információkkal. Aki szeretné, még be tudja iratni gyermekét. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Ellenálló szúnyogok. Vizsgálták a kémiai gyérítés hatását Pécsen. Színes, változatos, hagyományőrző programsorozat. Annanapi búcsú Kiskassán. Útzár és ideiglenes parkolás. Elkezdődött a Vince utca felújításának második üteme Pécsen. Szent Anna napi búcsú. 35 éves a kökényi Szent Anna templom. Kedden szinte mindenhol derült időre számíthatunk. Csapadék ezen a napon sem lesz. Keleten még megélénkül az északias szél, máshol gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Friss reggelre ébredhetünk, 10-17 fok közé hűl le a levegő. Délután pedig 26-31 fok várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!